Valamikor régen a fehér gólyák Kelet- és Délnyugat-Európa megközelíthetetlen szirtjein fészkeltek, vagy távoli erdőkben, ahol óriás fák hatalmas kolóniáknak adtak otthont. Közép-Európába azonban csak akkor települtek be a gólyák, amikor az ember elkezdett állatokat legeltetni és megművelni a földet. Az erdők kiirtásával pedig új táplálékszerző helyek jöttek létre. A tájból kissé sziklákhoz hasonlóan kiemelkedő emberi lakóhelyek új fészkelési lehetőséget kínáltak. Az embernek köszönhetően a fehér gólya megcsinálta a szerencséjét. Más vadállatokkal ellentétben sohasem vadásztak rájuk, épp ellenkezőleg az emberek a szerencse hordozóinak tartották őket. Az évezredek során a gólyák egyre újabb előnyeit fedezték fel az emberrel való együttélésnek. Mára már el is városiasodtak, és a legmeglepőbb helyeket veszik birtokba. Egyre messzebbre követnek minket, még a civilizáció legkevésbé vonzó helyeire is. Ám bármennyire jó ismerőseink is a gólyák, mégiscsak vadállatok. Vonulásuk pedig Európából Afrikába és vissza a természet legnagyszerűbb színjátékai közé tartozik. A gólya útja. Kelet-Afrika. Ez a nagy testű állatok birodalma. A szavanna rendkívül változatos vadvilágnak ad otthont. Nagy ragadozóknak és számtalan növényevőnek. A szavanna az élőhelye a világ egyik legnagyobb madarának, a marabunak is, amely igazi óriás a gólyafélék családjában. Félmillió fehér gólya menekül ide a hideg elől, miközben az északi féltekén a tél veszi át az uralmat. Hatalmas csapatokban kutatnak táplálék után. A száraz évszakban bozott tüzek óriási területeken söpörnek végig, terített asztalt kínálva a madaraknak. A rovarok tömegesen menekülnek a tűz elől, a gólyának nincs más dolga, mint kiválogatni a legnagyobb, legjobb falatokat. Bár ez nem mindig olyan könnyű, mint gondolnánk. A fehér gólya eredetileg kizárólag Afrikában volt honos, csak az utolsó jégkorszak végén kezdett el Európába vándorolni, hogy itt szaporodjon és kihasználja a kialakuló új lehetőségeket. Időközben a fekete-fehér madarak az évnek már csak kisebb részét töltik Afrikában. Januárban, alig néhány héttel érkezésük után elindulnak észak felé. Azok a csoportok, amelyek a telet Dél- és Kelet-Afrikában töltötték, most a Nílus folyását követik. A Suezi-öbölnél és a Boszporusz-szorosnál egy keskeny légi folyosón átkelnek a tengeren, aztán elszélednek Közép- és Kelet-Európa vizenyős területein, egészen a Baltikumig jutva. A nyugati gólyák a Száhel-övezeten és azon túl töltötték a telet. A Gibraltári szoroson átkelve érik el az Ibériai félszigetet. Legtöbbjük itt marad a nyárra, mások tovább repülnek Franciaországba és Németországba. Évente kétszer itt, Gibraltárban, a Marokkó és Spanyolország között átvonuló gólyák lenyűgöző látványt nyújtanak.
Délen és a vonulás alatt a madarak jobban keresik egymás társaságát, mint máskor. Nap-nap után több ezer egyedből álló csapatok suhannak el Spanyolország legdélibb csücske fölött. Akik elsőnek érkeztek, végre megpihenhetnek és ehetnek a hosszú út után. A hatalmas csapatok fokozatosan feloszlanak. Felfrissülve, kisebb csapatokban mennek tovább különböző költőhelyeik felé. Isztambul, évezredek óta Európa délkeleti kapuja. Akárcsak Gibraltár, a Boszporusz is egy jelentős csomópontja a madarak vándorlásának. Minden tavasszal több százezer gólya lepi el az eget a nyüzsgő metropolisz fölött. Hatalmas csapatok emelkednek felfelé a termékeken, hogy aztán a kupolák és a minaretek fölött észak felé vitorlázzanak. Gólyák sikló repülők, így meleg légáramlatra van szükségük, hogy az felemelje őket. Ilyenek azonban csak a szárazföld fölött fordulnak elő. A gólyák kerülik a vízfelületek fölötti hosszú távú repülést, és olyan gyorsan kelnek át a szoroson, ahogy csak tudnak. A szaporodási ösztöntől hajtva a madarak hatalmas távolságokat tesznek meg naponta, akár 400 kilométert is. A horvátországi Száva folyó menti lápvidékek mágnesként vonzzák a gólyákat. A Csigocs nevű településen mintegy 50 pár rendszeresen a több mint 300 éves fából épült házak tetején költ. Mivel a gólyák ennyire kedvelik, a helység megkapta az Európai Gólyafalu hivatalos címet. Egymás után érkeznek a tavasz hírnökei. Elsőként általában a tapasztalt felnőtt hímek szállnak le. Ezek a gólyák Európa egy álmosabb szegletét választották nyári rezidenciájuknak. Csigocsban mintha lassabban járna az idő. Mint a régi időkben, az állatokat kihagyják a legelőre. A helység határában lévő lápos rétek igazi paradicsomot jelentenek a gólyák számára. A kisebb-nagyobb tavakban a gólyák bőven találnak eleséget, és építőanyagban sincs hiány. Valamennyi háztetőn ugyanaz a tavaszi jelenet játszódik le. Mindenütt gólyák vizsgálják, rendezgetik és javítják régi fészküket. A láperdőkből gyökereket, ágakat és füvet hoznak és gondosan beépítik a fészekbe. Még egy azonnal nem elfogyasztott haltetem is beépítésre kerül. A gólyák számára a lakóhely fejlesztése egy életre szóló elfoglaltság. Amikor csak lehetséges, ugyanahhoz a régi építményhez térnek vissza, évről évre hozzátéve annak magasságához. Egy friss fű és mohapárna biztosítja a kényelmet.
éppen megfelelő a szomszéd számára. Az ő párja is készen áll a szaporodásra. Ha egy pár nem figyeli éberen az otthonát, erőfeszítéseik egy-kettőre hiába valóvá válhatnak. Semmi sincs biztonságban a buzgón építkező szomszédoktól. Ahogy a hím és a nőstény is megérkezik, megkezdődik az udvarlás. A közös egyensúlyozó mutatvány csak 20 másodpercig tart, de két héten át naponta 10-szer bemutatják. Most már tényleg vége a télnek. Tavasz van, ideje, hogy megérkezzen az új élet. Nem ok nélkül hiszik számtalan kultúrában, hogy a gólya hozza a gyerekeket. A csigocsban fészkelő gólyák csak kis hányadát teszik ki azoknak, amelyek sokkal északabbra vonulnak. Ez itt a gólyák egy nagyon különleges élőhelye, a Marj folyó menti dúslápi réteg világa, az osztrák-szlovák határon. Amikor ez az árterület kora tavasszal több hétre víz alá kerül, a gólyák jó évre számíthatnak. Számos halit rakja le ikráját, így ivadékaik a gólyafiókák táplálékául szolgálnak majd. Az ausztriai Marchegg szintén egyike az európai gólyafalvaknak, de itt a madarak hatalmas fákon fészkelnek, akárcsak hajdanán. Az óriási tölgyek némelyikén 8 fészket is megszámlálhatunk. A legnagyobbak a 2 métert is elérik, és majd 1 tonnát nyomnak. A legfelsőbb szint a legkívánatosabb, nagyszerű kilátást és a ragadozók elleni védelmet nyújt. Március végén minden gólya évről évre a saját fészkére tér vissza, ha csak nem adódik jobb lehetőség. A jó fészkelőhelyekért kemény küzdelem folyik. A betolakodónak nem imponál sem a kelepelés, sem más fenyegető gesztusok. Egy ilyen konfliktus végzetessé is válhat. Ha a fészek megvédéséről van szó, a jogos tulajdonos rendkívül erőszakos tud lenni. A gólya csőre hatékony fegyver, mély vágásokat képes okozni, előfordul, hogy az áldozatok elvéreznek. Más fészkek békésebbek. Végre megérkezik a hím. A nőstény már régóta várja. Ez a fajta kelepelés örömteli üdvözlést helyez ki. A gólyák nem fecsérlik az időt udvarlásra, gyorsan a tárgyra térnek.
A gólyáknak az a híre, hogy hűségesek párjukhoz, de kapcsolatuk inkább birtok közösség. Bár gyakran ugyanazzal a társal érkeznek, valójában a fészkelőhelyhez térnek vissza akkor is, ha társuk oda veszett. A telep mostanra megtelt gólyákkal. Szinte valamennyi fészekben népesült. A nőstények a párzás után azonnal lerakták tojásaikat. Egy héten belül 3-4 tojás a fészek alja. Az embriók optimális fejlődéséhez a tojásokat naponta többször meg kell forgatni. A fiókák úgy 5 hét múlva kelnek ki. A hím és a nőstény osztozik a kotlás feladatán. Naponta többször váltják egymást, hogy mindketten elmehessenek táplálkozni. Az első fiókák május elején bújnak ki a tojásból. 3 apró pihés gombóc már kiszabadult a héj fogságából. Most pedig már a legfiatalabb is mozgolódik. A Csőre hegyén lévő úgynevezett tojásfoggal a fióka már lyukat vágott a héjon. A kikelés fárasztó munka. Némely fióka egy napnál is tovább dolgozik, míg kiszabadítja magát. A szülők aggódva figyelnek, a szokásosnál gyakrabban állnak fel, és járják körbe a fészket. A fióka már majdnem világra jött. Még egy utolsó nagy erőfeszítés, és csatlakozhat testvéreihez. Végre szabad. Kikeléskor a fiókák alig 80 grammot nyomnak. Ám napról napra gyarapodnak. Most leginkább a szüleik szárnya alatti melegre és biztonságra van szükségük. Az, hogy hány fióka éri meg a felnőtt kort, az ez évben rendelkezésre álló táplálék mennyiségétől függ. Ha a folyó tavasz végén másodszor is megárad, jók az esélyek arra, hogy a teljes fészek alja szárnyra kelhet. A fekete gólyák is meghódították az ártéri erdőt. Ők azonban félénkek, és mindig is sokkal ritkábbak voltak, mint fehér rokonaik. Az őserdőszerű növényzet számos különböző állatnak nyújt védelmet. Az érzékeny fekete gólyák számára tökéletes ez a hely. Szükségük van a hatalmas, sűrű erdő csendjére. Egyetlen zavaró momentum elég lehet, hogy végleg elhagyják fészküket. A hódok is visszatértek a Marsh lápvidékére. A hódot Ausztriában több mint 100 éve kihaltnak nyilvánították, aztán a 80-as évek közepén éppen itt engedtek szabadon mintegy 30 példányt. Azóta Németországból és Kelet-Európából is csatlakoztak hozzájuk bevándorlók. Az európai hód visszatérése igazi sikertörténetté vált. A gólyáknak azonban veszélyes szomszédjai is akadnak. A nyestek minden madár tojását szívesen fogyasztják. Egy gólyatojást azonban nem könnyű megszerezni. A feljutás nem jelent problémát. A kőnyest és nyuszt egyaránt remekül mászik fára. A sötétben a gólyák nem látják a nyestet, de érzik a veszélyt és éberek. A madarak sziszegéssel és szárnycsapkodással igyekeznek elriasztani a betolakodót.
Ami viszont ezután történik, az tényleg előzi a nyestet. A nyári napforduló tiszteletére rendezett ünnepség. Úgy tűnik, a gólyákat nem zavarja a tűzijáték. A lápvidék vadvilága megszokta az ember szomszédságát. Az ünneplés záró akkordjaként papírlámpások siklanak lefelé a folyón, a határvidék népeinek barátságát jelképezik. Aztán a Marcs folyóra visszatér a megszokott csend. Spanyolországban éppen a csend az, ami szokatlan. Az ausztriai gólyák éjszakai nyugalmát évente talán egyszer zavarja meg valami. A spanyol gólyák megtanultak állandóan együtt élni a zajos emberekkel. Extremadúrában a gólyák közelebb már nem is tanyázhatnak az emberhez. Vagy 130 pár fészkel Malpartida de Cáceres házainak tetején. Egyedül a templom tetején vagy 40 család osztozik. Spanyolország mondhatja magáénak Európa legnépesebb gólyakolóniáját, annak ellenére, hogy a helyzet nemrég még aggasztó volt. Mára a madarak száma újra megszaporodott. A becslések szerint mintegy 40 ezer költőpár él itt. Los Barruecos, egy ősi sziklás vidék mindjárt a gólyaváros szomszédságában. Hatalmas gránit tömbök kínálnak biztonságos fészkelőhelyet. A vidék, mintha a gólya távoli múltba vesző eredeti származási helyét, Afrikát idézné. A hatalmas füves réteg paradicsomi körülményeket nyújtanak a madarak számára. Ahol szabadon legelésznek a csordák, a vidék ideális a gólyák számára. A jószág röviden tartja a füvet, a helyi madarak pedig tudják, hogy a csorda nyomában könnyű élelemhez jutni. Úgy tűnik, Spanyolországban alig van hely, ahol a gólyák ne éreznék otthon magukat. Láthatóan élvezik a sok száz kócsok társaságát, és kifejezetten vonzódnak a történelmi költőhelyekhez. Spanyolország gólyái az alkalmazkodás mesterei. Gyakorlatilag minden fészkelésre valamelyest alkalmas helyet elfoglaltak. A vasúti sínek bármely oldalán jól érzik magukat. Cáceres tollas lakói számára a forgalom zaja az élet része. A méridai római kori akvadukt tökéletes fészkelőhely panorámával. A Herculesi palota területe egy egész kolóniát letelepedésre csábított. Még a spanyol rádió és tévétársaság antennáit is elfoglalták a gólyák.
A magas feszültségű légvezetékek is csábítóak, de kockázatot jelentenek. Minden évben számos gólya veszti életét rajtuk. Azonban mindezeket a veszélyeket bőven ellensúlyozzák az ember közelségéből adódó előnyök. A La Rioja provinciában fekvő Alfaro az egyik legjobb példája annak, hogy hogyan állt helyre a gólyák helyzete Spanyolországban. Az 1990-es években a madarak száma alig 10 párra zuhant. Egy évtizeddel később már újra 130 párt számlálhattak. Ma csupán a San Miguel katedrális 140 fészekkel büszkélkedhet. Átlagosan 5 fős családokat alapul véve, a katedrális teteje 700 példánynak ad otthon. Mára egyre kevesebb az igazán jó tele. Minden kis párkány és torony alapul szolgál, és a fészkek száma évről évre növekszik. Ez a világ egyik legnagyobb gólya kolóniája, egy spanyol vidéki város főterének kellős közepén. Alfaro lakosai szeretik nyári vendégeiket. San Miguel a kelepelés nélkül elképzelhetetlen. Eljött a július, és a fiatalok már nem képesek nyugton ülni, már majdnem 2 hónaposak, és elég erősek az első repüléshez. A katedrális teteje repülőiskolává válik, a szárnycsapkodás javítja az erőnlétet. Egy első biztató siker, néhány másodperces lebegés a testvérek feje fölött. Egy újabb próbálkozás. És még egy. Az első igazi szárnyra kelés, a felnőtté válás legfontosabb pillanata. Ezekben a napokban a fiatalok egymás után hagyják el a fészek biztonságát. Pillanatok alatt ráéreznek a dologra, és hamarosan felveszik a versenyt szüleikkel elegancia terén. Az északabbra fekvő Ausztriában a fiókák még a fészkekben gubbasztanak. Bár az ősúlyuk is gyarapodott, igencsak le vannak maradva spanyol rokonaik mögött. Közép-Európa hűvösebb éghajlatán a költési időszak később kezdődik, és a fiatal gólyák később is hagyják el a fészket. Addig pedig a szülőknek még rengeteg rovart, békát, halat és egeret kell hozniuk. Néha váratlan helyről érkezik némi segítség, házhoz jön az étel. We'll be right back.
A gazdák egy tökéletes hosszúságúra nyírják a füvet, felverve a talaj lakóinak nagy részét, terített asztalhoz juttatva a gólyákat. A márcheggi kolónia számára létfontosságú ez a segítség. A magas fűben nem lehet vadászni. A kolónia környezetében rendelkezésre álló táplálék mennyisége meghatározza, mennyire lesz sikeres a gólyák szaporodása. Bár a fehér gólyák nagy távolságokra ingáznak, a költés idején 7 kilométernél nem mennek távolabbra a fészküktől. A kolónia közvetlen közelében elterülő frissen kaszált rétek éppen kapóra jönnek. Ami a csőrükben elfér, azt magukkal viszik. A gólyáknak egész nyáron át fenn kell tartaniuk a fészek megfelelő állapotát. Mások élelmet hordanak. A fiatalok kunyeráló mozdulatainak hatására a szülők felöklendezik, amit hoztak. Az etetés nem egyenként történik, a fiókák egyszerűen elkapják, amit meg tudnak kaparintani. Általában az elsőnek kikelt testvér a legerősebb, így több élelmet tud megszerezni. Egy három fiókát nevelő gólya család naponta mintegy 4 kiló élelmet fogyaszt el, aminek megszerzése állandó elfoglaltságot jelent a szülők számára. Egy sikló épp megfelelő falat lenne. Célozz! Csapj le! Tartsd erősen! Bevele és irány haza! Egy éhes fiókákkal teli fészek olyan, mint egy feneketlen kút. Bármennyi jeleséget kapnak, az sosem elég. Egy nagyobb fogás kis időre elhallgattatja őket. Az anya egyszerre több kígyót is hozott. Ez leköti őket. Kígyót enni nem könnyű, mert nem lehet feldarabolni. Ez a kötélhúzás komoly, és a győztes visz mindent. Ragad meg jól, és ráncsd ki az ellenfél torkából. Ez a hatékony módszer. A szomszéd fészekben a fiókák jól laktak. Gondjuk azonban nekik is akad a perzselő nyári hőség. A szülők távollétében a fiatalok közvetlenül vannak kitéve a napsugarainak. A lihegés kissé lehűti őket, ám kiszárítja a testet.
Ezért a szülőknek naponta többször is vizet kell hozniuk a fészekhez. A fiatalok annyira izgatottak, hogy a szülők alig tudnak leszállni vagy megállni a fészek szélén. Végre némi víz. De nem elég. A szomszédos fészekben a fiókák szerencsésebbek, a zuhany igazi luxusnak számít. Ha víz nem érkezik, legalább némi árnyékra lehet számítani. Bár a fehér gólyák megszenvedik a nyírkos hideget, a nagy forróság még ártalmasabb a fiókák számára. Két méteres szárnyfesztávolság, most éppen erre van szükség. Még ha a fiókáknak helyezkedniük is kell, hogy az árnyékban maradhassanak. A napsütötte Spanyolországban nyári záporok hoznak felüdülést a madarak számára. A vizes gólyák nem látszanak éppen boldognak. Habár nagyon is rájuk fér a zuhany, a tolluk már nem fehér, hanem szürke a portól. Egy fehér gólyánál meglehetősen szokatlan ez a szín, de megvan az oka. A tollazat rendezgetése, fellazítása és szárítgatása az eső után rendkívül fontos. Aztán készen állnak, hogy újra elrepüljenek és összepiszkolják magukat. Az évek során a gólyák felderítették a környék legjobb táplálékforrásait. Spanyolországban, ahol keselyük vannak, a gólyák sincsenek messze. A madárvédők etetőhelyek hálózatát hozták létre az Ibériai félsziget egész területén, ezzel segítve a veszélyeztetett állományokat. A keselyű védőprogram hatalmas sikernek bizonyult, és nem csak a keselyük számára. Itt a gólyák vadászat nélkül válogathatnak. Ez a táplálékforrás rendszeres és megbízható, nem csoda, hogy a gólyák száma drámaian megnőtt. Ehhez képest Ausztriában gólyának lenni kemény munka. Időközben az ausztriai fiatalok is megtanultak repülni és önmagukról gondoskodni, csak a leszállás szorul még némi csiszolásra. Eltévesztette a fészket. Hasas. Elvétette. Kényszer leszállás. A fiatalok nem kedvetlenednek el. Minden nappal jobban megy a repülés.
Szükség is van rá, mert gyorsan közeledik az idő, amikor életükben először indulnak el Afrikába. A fiókák a horvátországi Csigocsban is nagy kamaszokká fejlődtek. A száva lápvidékén általában igen sikeres a költés, úgyhogy a fészkek kezdenek zsúfoltá válni. A gólyaszülők csak akkor tudnak ennyi utódot felnevelni, ha bőséges a táplálék. A száva árterülete a lehetőségek széles skáláját kínálja. Csigocs a Lonyszko-Polje Nemzeti Park része, ahol a hagyományos mezőgazdálkodás az uralkodó, és ősi házi állatfajták maradnak fenn. Csigocs falujának határában dús rétek terülnek el, az itt legelő állatok természetes módon tartják karban a földet. A gólyák számára ezek a csordák ugyanúgy készítik elő a talajt, mint a gnúk és zebrák csordái a Szerengetiben. Legelészve rovarok millióit hajtják maguk előtt, a gólyák válogathatnak. A turopolje disznók is megteszik a magukét, dagonyázva mély pocsolyákat hoznak létre, amelyben hamarosan hemzsegnek az ebihalak, újabb terített asztal a gólyáknak. Csak kevés háziállat alkalmas a mocsaras területen történő tartásra, de ezen a vidéken a robusztus poszavína a hagyományos igásló. Ezek a lovak évszázadok óta dolgoznak az emberrel, valaha Európa lovas útjait húzták. Mára azonban már a mezőgazdaságban is kiszorították őket a gépek. Egy fontos feladatuk azonban ma is van, megakadályozni, hogy a száva árterére betolakodjon az erdő, biztosítani, hogy a mocsári madarak sokasága férjen hozzá a táplálékforráshoz. A gólya számára tökéletes az idill. A spanyolországi Extremadurában az idill egészen mást jelent. Minden reggel gólyák százai gyűlnek össze egy szemétlerakónál. Úgy tűnik, a városi hulladék nagyobb vonzerővel bír, mint az összes lápvidék együtt. Itt a gólyák keselyükét viselkednek. Ezrében repülnek ide nap mint nap, hogy ehető falatokat szedegessenek ki az emberek szemetéből. Ha szerencséjük van, a konyhai hulladékon kívül más is itt számukra. Egy ilyen helyen természetesen hemzsegnek a patkányok. De a patkányok okosak. A szemét nem csak élelmet kínál, hanem tökéletes búvóhelyeket is. A valaha veszélyeztetett faj szenzációs visszatérése mögött meghúzódó valódi ok a hulladék újrahasznosítás. Spanyolország szemétlerakói időközben annyira népszerűvé váltak a gólyák körében, hogy számos madár már nem is repül vissza Afrikába. Ezek a gólya éttermek egész évben nyitva állnak, még a hideg évszakban is. Nyilván könnyebb egy fészek és egy közeli, kiapadhatatlan élelemforrás között ingázni, mint minden évben több ezer kilométert repülni.
Aki délre akar repülni, annak most már készülnie kell. Közeledik az ősz. Gibraltár augusztus végén. A legkeskenyebb részén a gibraltári szoros mindössze 14 km széles. Afrika olyan közelinek látszik, de a gólyák számára még mindig elérhetetlen. Több száz példányból álló rajok érkeztek Nyugat-Európa minden tájáról, és most a part közelében gyülekeznek. Már napok óta itt rostokolnak. A madaraknak pontosan a megfelelő szélviszonyokra van szükségük, hogy először megfelelő magasságba emelkedjenek, aztán biztonságosan átvitorlázzanak a szoroson. Ameddig a szél sebessége és iránya nem tökéletes, várniuk kell. Végre megfelelő az idő. Egymás után emelkednek a magasba. Most már semmi sem tarthatja vissza őket. Még egy utolsó kanyar Andalúzia rizsföldjei felett. Fél év telik majd el, mire újra leszállnak ezekre a zöld mezőkre. Mintha Afrika hívogatná a madarakat. A parti dombok vonulata az utolsó küszöb, aztán a tenger nyúlik el alattuk. Egy késő nyári napon Dél-Spanyolország partjai felett az eget gólyák ezrei lepik el. Elérték az ideális utazó magasságot, most már csak percekre vannak céljuktól. Ezeknek a madaraknak nagy része első ízben költözik. A fehér gólyák nem a szüleiktől tanulják a vonulási útvonalat, egy belső iránytű vezérli őket téli szállásukra. A fiatal gólyák többsége jó néhány évet Afrikában tölt majd, és csak a nemi érettséget elérve tér vissza Európába. A felnőttek azonban néhány hónap múlva újra itt lesznek, és újra meghozzák a tavaszt, sőt, némi szerencsével a gyermekáldást is. Narrátor Bardóczy Attila. Magyar szöveg Kövesdiné Lám Zsuzsanna. Hangmérnök Rosenmann Péter. Gyártásvezető Gyarmati Zsolt. Szinkronrendező Kerényi Kata. A magyar változatot a Da Vinci Média megbízásából a Digital Media Services készítette.